Szintén Bianca építőművész mesterszakon tanul Pécsett, és közel sem mondható átlagos hallgatónak. Szakmai tudása mellett szociális érzékenysége is kiemelkedő. Ezeket ötvözi különleges kutatási témájában, mellyel első helyezést ért el az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Én Kaposváron nőttem fel, és ott az Ichi Mihály Iparművészeti Iskolában jártam, és hát ott a rajzolás, a művészet az volt, ami előtérbe került, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. És én tudtam, hogy mindenféleképpen valami kreatív szakmát szeretnék választani, de olyat, amiből meg tudok élni. Amikor így elhatároztam a művészet, meg művészeti ág, akkor így jött képbe ez az építőművészet, és én ezt nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon úgy gondolom, hogy nagyon jó szakot választottam. Azon kívül, hogy megtalálta helyét a szakon, tanárai is segítik, és további szakmai lehetőségeket is kihasznál, előadásokra, workshopokra jár. Így sikerült közel kerülnie jelenlegi kutatási témájához, a humanitárius építészethez. A humanitárius építészet nagyon-nagyon leegyszerűsítve egy emberi bánásmódra törekvő, embereken segítő építészeti ágazat, aminek az a lényege, hogy olyan tettet tudjunk létrehozni, vagy olyan dolgokat, ami bármilyen építészeti tettel segíteni tudja a nehezebb sorsban élő embereket. És én ezt így nagyon globálisan kezdtem el vizsgálni. És amikor így tovább folytatódott a kutatásom, hogy akkor melyik az a társadalmi réteg, akinek konkrétan segíteni lehet, mert nyilván egyetlen egy építészeti gondolattal nem lehet mindenkinek segíteni, és akkor én a hajléktalanoknak a körében találtam meg azt a réteget, akiknek én segíteni szeretnék, és sikerült azon a vonalon elindulnom, aminek most a végeredménye végülis egy ilyen nehéz sorsú dolgozók háza, ami igazából arról szól, hogy hajléktalanoknak egy olyan épületet kialakítani, ami igazából az intim lakhatáson túl munkahelyeket is tud teremteni. A nehéz téma során sok kérdés, probléma merült fel. Nagyon nehéz azt a társadalmi réteget megtalálni, akikkel foglalkozni lehet. Én a kutatásaim alapján arra jutottam, hogy azoknak az embereknek szeretnék ezzel az épülettel segíteni, akik ki szeretnének kerülni a hajléktalan ellátó rendszerből, mert mondjuk rengeteg ember van, akinek mondjuk már van valamilyen fix jövedelme, de egyszerűen nem tud tovább lépni, mert nem kap olyan lehetőségeket, ami által mondjuk el tud indulni egy úton, ami mondjuk nem egy hajléktalan ellátó rendszer, hanem mondjuk valóban egy élet, egy otthont. Azért is ez a címe a témának, hogy az otthontalanok otthona, szóval hogy az otthontalanságnak egy otthont adó dolog, mert igazából nem az a lényeg, hogy valaki valahol aludni tudjon, hogy mondjuk egy tömegszálláson, hanem egy olyan élethelyzet tudjon kialakulni neki, ahol tényleg azt tudja mondani, hogy otthon vagyok. Reméli, foglalkozhat még a témával a továbbiak során, hogy minél több tényleges megoldás születhessen.